Petőfi tér, a város kapuja. Amikor megérkezik a vasútállomásra, a főpályaudvarra valaki, akkor gyakorlatilag kilépve a pályaudvar épületéből a városközpont irányába, ezzel a nagy térrel találkozik, és itt szerez először benyomásokat. Ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy el tudjuk indítani ennek a területnek, a Petőfi térnek a fejlesztését. Ez 1,7 hektáros terület, de maga a fejlesztés az nem csak magára a területre, a parkra koncentrálódott, hiszen a környezetét is rendbe kellett tenni. Ennek köszönhetően megújultak a gyalogos közlekedési zónák a park két oldalán, tehát a villamosvágány felőli oldalon, illetve itt az Iparkamara utca felőli oldalon teljes egészében megújultak a járdák, és újra aszfaltoztuk, és a parkolókat is rendbe tettük itt a belső oldalon. A munkaterületet 2021. novemberében, tehát nagyjából egy évvel ezelőtt adtuk át, és 900 millió forintos uniós fejlesztési forrást használtunk föl ennek a parknak a rendbetételére. Ahogy említettem, tehát több elemből áll, egyrészt érintette a közlekedési zónáknak, a közlekedési területeknek a felújítását, érintette a park alatt található víziközmű hálózatnak a felújítását és rendbetételét. A hőszolgáltató egyébként még a beruházás indítása előtt a parkot érintő távhővezetéket felújította, az egy külön vagyonkezelős beruházás keretében történt meg. És hát olyan fejlesztést hajtottunk végre, amelyen nem csak zöld terület, hanem egy kicsit a víz is láthatóvá válik. Öntözhetővé tettük a parkot, és mögöttem látható egy 400 négyzetméteres kis tó, amelynek a partján egy faburkolatú terasz található. És nem készült el, ugye a grill pavilon, ez egy külön beruházás keretében valósul meg. A kis pavilon, amelyet ide terveztünk, egy lezárt közbeszerzési eljárással rendelkezik. Az uniós források belső átcsoportosításával kapcsolatos döntést kell megvárjuk, és a fedezet abban az esetben rendelkezésre áll majd. Tehát valamikor jövő év elején elkezdjük ennek a pavilonnak is a felépítését. Annak idején a Royal szálloda állt itt a sarkon, amire rávilágít az itt látható város történeti tanösvény is. A fejlesztésnek egy nagyon kedves eleme, hogy emléket állítunk annak a régi Debrecennek is, amely jelentős károkat szenvedett el a II. Világháború végén 1944. június és szeptemberi bombázások alkalmával. Itt a vasútállomás környékét szórták meg a szövetséges repülőgépek, és elpusztult gyakorlatilag az a térfal, amely meghatározta a Deák Ferenc utcát, ennek a térnek a környékét. És most itt beszélgetve az ötlött föl bennünk, hogy nem grillpavilonnak, hanem a Royal szállodában volt egy Royal Kiosk nevű kis kereskedelmi egység, és esetleg annak a nevét érdemes majd tovább örökíteni ennek a pavilonnak a megépítésével. Tehát ez a következő évnek lesz a feladata. A parképítéssel együtt egy zárt, biztonságos játszóteret is teljes gumiburkolattal, ütéscsillapító felülettel építettünk meg. Említettem a várostörténeti tanösvényt, aki itt végig sétál a Petőfi térnek, ezen a szakaszán több pontján látja a térnek azt, hogy azoknak az épületeknek a sziluettjei bemarva ebbe a korten acélba, amit látható, és mellette egy szöveges kis bemutató is elmondja, hogy hogyan nézett ki ez a tér 70-80 vagy 100 évvel ezelőtt. Sajnálhatjuk azokat az épületeket, amelyek ma már nem láthatóak. A törvényszék épülete is megsínylett a bombázásokat. A Deák Ferenc utcai zsinagógának is emléket állítunk itt a várostörténeti tanösvényen. A Royal szállodáról beszéltem. Tehát lehet egy betekintést kapni arra vonatkozóan, hogy hogyan nézett ki mondjuk 80-100 évvel ezelőtt Debrecennek ez a része.
És hát a Piac utca, Holló János utca csomópontot is felújítottuk ezen beruházás keretei között, tehát nem csak a parképítés, hanem a közlekedés fejlesztési elemei is jelentősek voltak.